Az UNICEF friss jelentése az EU és az OECD 41 országát rangsorolja annak alapján, hogy az egyes területeken a legrosszabb helyzetben lévő gyerekek mennyivel maradnak le a középmezőnybéli társaiktól. Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el. Enritok Nórát, az Igaz Gyöngy Alapítvány alapítóját délután kérdeztem a téma kapcsán. Hogyan vizsgálja az UNICEF a szegénységet? Ebben az UNICEF vizsgálatban most az volt a különleges, hogy a középosztály és a legszegényebb gyerekek közötti jövedelem különbségre fókuszált. Lehet úgy is nézni egyébként, hogy a legszegényebbet és a leggazdagabbat hasonlítjuk össze. Ugye mi egy olyan LHH-s kistérségben dolgozunk, ahol a legszegényebb kategória az nehezen, vagy leggazdagabb kategória az nehezen értelmezhető. Úgyhogy mi ezt a lecsúszó középosztály és a szegény gyerek viszonyát tudjuk igazán megítélni. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, létezik egy olyan egyre növekvő társadalmi csoport Magyarországon, ami egyeink inkább egy olyan élethelyzetbe szorul, ahonnan nincs esélye sem kitörni. És hát az a torokszorító ebben, hogy ebben gyerekek vannak nagy létszámban. Nagy létszámban? Hány százalékú gyerek? Inkább a felől közelíteném meg, hogy átlagban hány gyerek van az ilyen családokban. Hány gyerek van? Hát háromnál kevesebbet nem nagyon találunk. 5-7 gyerekes családok is vannak, és hát ugye itt a családi adókedvezmény szempontjából lényeges ez talán, hogy ezeknek az egyébként is nagyon szegény, nagyon, ez egyfőre jutó jövedelem arányában nagyon alacsony szinten levő családoknál ugye a családi adókedvezmény nem igazán realizálható 3 gyerek fölött. Ezek a családok leginkább közmunkából élnek, illetve hogyha kiesnek abból, akkor a 22.800 forintból, és nem egy olyan család van, aki nem tud bekapcsolódni a közmunkaprogramban sem. Van olyan család is, ahol jövedelem nélküliek a szülők. Azon a környéken, Szabolcsról beszélünk is a környékéről. Mi az átlag jövedelem? Hogyan kell elképzelni ott a családoknak a havi megélhetését? Hát vannak olyan családok, akik csak a családi pótlékot vagy agyest kapják, hogyha kisebb a gyerek, vagy anyaságit, hogyha háromnál több gyerek van, és vannak olyanok, akiknél egy főt közmunkára behívnak. Hát ez változó attól függően, hogy mennyi a gyerekek száma, vagy milyen levonások vannak. Mondjuk 52.000 forinttól 94.000 forintig kapnak egy hónapra. Most nyilván, hogyha ezt visszaosztjuk, azt gondolom, hogy 15.000 forintnál nem kapnak többet fejenként ezek a családok egy hónapra. És hát ez a megélhetés, ez mondjuk a hónap közepéig elég. A hónap második felében már alapvetően gondjaik vannak, gondot jelent egy a téli időszakban a tűzifa megvásárlása, mindig csak kicsi adagokat tudnak venni, éppen csak annyit, hogy túléljenek vele egy-egy napot, egy-egy éjszakát, egy gázpalack cseréje, egy váratlan gyógyszer, ha bejön, hogy megbetegszik valamelyik gyerek, ennek a kiváltása. Ez már olyan élethelyzetet generál, amiből a következő hónap, ami a következő hónapot is meghatározza. És ez az őrület benne, hogy nincs kiút ebből az egészből. A kormányprogramja az mennyire családbarát, amit most előirányoztak? Én nem látom, ebben a társadalmi rétegben nem látom, hogy családbarát lenne. Akkor kiket céloznak meg? Hát nyilván a felső középosztályt és azokat, akik jobb anyagi körülmények között vannak, minden arra irányul, hogy őket megerősítsék, és hát nem tudom, hogy visszaszorítsák ebben a társadalmi csoportban a gyerekvállalási kedvet. Ahhoz azonban ismerni kellene ennek a társadalmi csoportnak a működését, hogy mondjuk a fogamzásgátlás vagy a tudatos családtervezés hogy épült be lehetőségként ennek a családoknak az életébe, hogy a gyerekek mondjuk 16 év után mindannyian otthon vannak és a közmunkára várnak, hogy a mobilitás értelmezhetetlen, és olyan tudással kerülnek ki ezek a gyerekek a középiskolából, derékba vágva 16 évesen, ami munkaerőpiaci szempontból értékelhetetlen. Tehát gyakorlatilag azt látom, hogy a nyomor újra termelése folyik változatlanul generációk óta ebben a társadalmi csoportban, és most az utóbbi időben, mintha még inkább érezném, hogy lemond róluk a kormány, nem foglalkozik velük. Ki az, aki törődik ezzel a réteggel is foglalkozik, és tesz értük? Nézem, most azt látom, hogy leginkább a civilek. Az egyházak részéről a missziók terén megtaláljuk a szegény politikát, tehát ott van egy határozott segíteni akar. Viszont nagy ellentmondás nekem, hogy az oktatási rendszeren belül ez hiányzik, hiszen a mi vidékünkön például, de mindenhol mondhatom, ahol egyházi iskolák alakulnak, ők a középosztály felé nyitnak, és nem vesznek fölhalmozottan hátrányos helyzetű zömében roma gyerekeket. Tehát itt van egy szakadék, és a másik a civilek, ahol van civil szervezet. De ez nem alkot hálót. Mit lehet mondani, hogy mi a gyerekszegénység fő is?
kizárólagos és közvetlen oka a Magyarországon? Egy szóval nehéz lenne megmondani. Azt gondolom, hogy a kulcsfogalom benne a munkanélküliség. Az, hogy a közmunka az nem ad egy olyan jövőképet ezeknek a családoknak, amiből egyrészt anyagi biztonságot adnának, másrészt motivációt a gyerekeiknek, hogy érdemes tanulni. Nyilván összefügg az oktatási rendszerrel, az egészségügyi állapottal, a leszakadó térségek gazdasági helyzetével minden, de a munkanélküliség, ha lenne munka lehetőség. De a közmunkaprogram mennyiben segít ebben? Igazából nem tud segíteni. Tehát egyrészt ez jövedelemben sem ad eleget, másrészt nem ad értelmes munkát. Ezt a legszörnyűbb látni, hogy egy iskolarendszerből most kikerült gyerek, aki elkezd a közmunkában dolgozni, hogy annál hogy marad ki minden olyan motiváció, ami és benne is marad ebben, mert nem tud kiszakadni ebből. Egyéb iránt változtatna bármit is, hogyha 2008 után változna a családi pótlék? Tehát Magyarországon változtatnának ezen? Mert azóta nem növekedett. 2008 óta ugyanannyi a családi pótlék. Nyilván ezeknek a családoknak a megélhetési helyzetét javítaná egy picit. Ebben mindenképpen egyet kell, hogy értsünk, hogy ha változna valami, nekem a közmunkaprogramot kellene alapjaiban megváltoztatni, és gazdasági fellendülést vinni ezekbe a térségekbe. Az a baj még az egészben, hogy a gyerekek, ahogy kikerülnek az oktatási rendszerből, ugyanúgy nulla tudással, szakma nélkül kerülnek ki, és azért azt nehezen tudjuk most meghatározni, hogy mi lenne az a munka, amivel csak a fizikai erejével rendelkező ember egy megbízható jövedelmet szerez magának. Az bármit is jelent, hogy az eddigi statisztikák szerint a végén kullogtunk, bármiféle statisztikáról is legyen szó. Most valahol a középmezőnyben vagyunk. Ez jelent valami pozitívumot, egy változást? Sokféle mutató létezik, és sokféle módon lehet megközelíteni a szegénységet. Azt hiszem, el kell menni ezekbe a térségekbe, és meg kell nézni ezeknek a családoknak és a gyerekeknek az élethelyzetét és a perspektívát, hogy merre nyithatnának, és akkor az ember rögtön megérti, hogy tök mindegy, hogy most olyan alapon határozzuk meg a szegénységet, hogy el tud-e menni valaki nyaralni, vagy nem, vagy milyen mutatót veszünk. Egyszerűen a szegénység tapintható ezeken a részeken, és a kilátástalanság, ez a legborzasztóbb, a jövőkép nélküliség, és ez az, ami gyűrűzik, és mindig húzza mélyebbre és mélyebbre a problémát. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen.